Elkezdődött a Veszprémi vár felújítása és építkezési munkálatai. Ezért a Boldog Gizella szemináriumba költözik a Veszprémi Főegyházmegye érseki hivatala. Az elmúlt hónapokban a szerződés aláírását követően nagyon komoly előkészítő munkálatokat végeztünk. Mind a tervezők, mind pedig a kutatók, mind pedig a restaurátorokkal együttműködve. Ezeknek a munkáknak az eredményeként már javában folyik a főterv nyomán az egyes épületek tervezési munkálatának a lezárása, a funkciók pontos megjelölésével, és most érkeztünk el ahhoz a ponthoz, amikor éppen a munka intenzitása, a munka nagysága és az az időkeret, ami rendelkezésünkre áll, megkívánja, hogy az egyházmegye hivatala és a főbb szervezetei ne a várban végezzük a munkánkat. Veszprém 2023-ban lesz Európa kulturális fővárosa. A mostani munkálatok a rendezvénysorozatra való felkészülés részét képezik. A felújítás során regisztrációhoz kötött szervezett túrák keretében mutatják be az érdeklődőknek az építkezés fázisait.